Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép és végre igazi téli estén. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ma este vendégünk Kaufer-re. Úgyhogy szeretnélek először arra megkérni, hogy egy kicsit beszélj magadról, hogy kerültél a politikai pályára is, és aztán majd folytatjuk a beszélgetést. Jó? Köszönöm. Jó, hát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon köszönöm a meghívást, és azt, hogy eljöttetek. Ugye kezdettől fogva én is az LMP tagja vagyok, mint szerintem sokan itt a teremben, és indultam már az első ilyen hivatalos szerepvállalásom, az európai parlamenti választások voltak. Utána pedig rábeszéltek arra, hogy vállaljam el az országos listán való indulást is. Megmondom őszintén, hogy amikor én elvállaltam, akkor egyáltalán nem gondoltam, sem én, sem a többiek, hogy ebből parlamenti mandátum lesz. Ennek ellenére szerencsére a választók akaratának köszönhetően kaptunk annyi helyet, hogy tulajdonképpen velem zárva a sort 16 mandátumunk lett. És jelen pillanatban ugye biztos tudjátok, hogy egy képviselő azóta kiült a frakcióból, 15 képviselőnk van a parlamentben. Hát én, mint az LMP legtöbb politikusa, beleértve egyébként az önkormányzati képviselőinket is, civil múlttal rendelkezem. És azt gondolom, hogy ez elég releváns is volt, hiszen az LMP többek között azért jött létre, hogy tulajdonképpen a társadalom és a politika közötti egyre szélesedő szakadékot csökkentse, és hogy civilként jusson be a parlamentbe, ezzel is úgymond erősítve az emberek szavát, az emberek képviseletét a parlamentben. Tehát mi hittünk abban kezdettől fogva, hogy azt a politikai elitet, amelyik 21 évvel ezelőtt, amelyik 21 éve most már Magyarországon képviseli, vagy csinálja a közpolitikát, nélkülük is lehet politizálni, a közügyek intézését végezni, nem vagyunk kiszolgáltatva nekik, hanem hogyha mi összefogunk állampolgárok, úgymond egyszerű emberek, akkor mi magunk is eljuthatunk odáig, hogy az országos ügyekbe beleszóljunk. És nekem számomra egy nagyon érdekes tapasztalat volt az elmúlt másfél év. Ugye civil, mondhatnám azt is akár, hogy született civilként, én ebben a szemmel néztem a parlamenti munkát, a politikusi létet, és hát ezen túl ugye egy egészen sajátos helyzetben kerültünk mivel a parlamentbe ezzel a kétharmaddal szemben. Az ellenzék jelentőségét, tehát politikai súlyát tulajdonképpen bent a parlamentben nagyon lecsökkentette. Mi kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy igyekezzünk az emberekhez minél közelebb hozni a politikát, és ezért is választottunk olyan sokszor rendhagyó kifejezésmódokat, amik egy-egy több száz oldalas törvényt egy képben el tudnak mesélni, hogy mi is történik most éppen a házfalai között, és erre számos példát lehet hozni. Idézeteket nyomtattunk ki, és vittünk be, hogy szembesítsük a kormánypárti képviselőket néhány évvel ezelőtti mondataikkal, ami most szöges ellentétben áll a politikájukkal. A médiatörvény kapcsán ugye leragasztottuk a szánkat narancssárga raktapasszal, úgymond illusztrálván azt, hogy azok a törvények, amikről beszélünk, azok mit is fognak jelenteni az embereknek. Én magam egyébként ezzel a házon kívül is próbálkoztam. Tavaly volt egy, most már tavaly, igen, 2011-ben volt egy akcióm, amikor az Európai Esélyegyenlőségi Napon úgy döntöttem, hogy a Foglalkoztatási Bizottság tagjaként, akkor én most kerekesszékben fogom megtenni azt az utat a munkahely, otthonomtól a munkahelyemig, és megnézni azt, hogy a fogyatékos emberek mivel néznek szemben nap, mint nap. Hát ez kétszer egy időbe telt nekem, mint amit egyébként két lábon járva telik, és nagyon sok tanulsága volt. Így is igyekeztem arra felhívni a figyelmet, hogy nekünk, döntéshozóknak meg kell próbálnunk, bele kell élnünk magunkat azoknak az embereknek a helyzetébe, akik a
akiknek a sorsáról döntünk, arról nem is beszélve, hogy ugye felhívni a figyelmet a nagyon súlyos problémára, hogy Magyarországon tulajdonképpen a mozgássérültek, ha nincsen autójuk, akkor nem nagyon tudnak közlekedni, és ugye minél kijebb megyünk a belvárosból, Budapest belvárosából, ez annál inkább érvényes probléma. Azt hiszem, hogy ennek a látványos akciónak, akciózásnak, aminek, mint mondom, az volt a célja, nem csak az, hogy néhány fénykép készüljön és bekerüljük a lapokba, hanem hogy az embereknek elmagyarázzuk egy képben azt, hogy mi is történik, hiszen senkitől nem várható el, hogy több száz oldalas törvényeket, jogi szövegeket olvasgat, és ennek azt hiszem, hogy a legillusztratívabb példája az a december 23-i eseményünk volt. Az országban egyre inkább, és azt gondolom, hogy most már a hajdani Fidesz támogatók körében is egyre inkább világossá válik az embereknek az, hogy a parlament az tulajdonképpen Orbán Viktor játszótere. Még azt sem mondanám, hogy a Fidesz többség játszótere, vagy a Fidesz-KDNP koalíció játszótere, mert nagyon sok képviselő, és ezt meg is tapasztaltuk, pontosan ugyanannyira eszköze ennek a rendszernek, bár kormánypárti képviselő, mint ahogyan mondjuk egy ellenzéki képviselő az. Sőt, sokkal inkább méltatlan helyzetben vannak, én azt gondolom, mert szabad mandátummal rendelkező képviselők, akiknek ténylegesen azt kell csinálniuk, amit, minthogyha egy gyárba dolgoznának, az utasítások szerint kell eljárniuk, a lelkismeretükre nem hagyatkozhat. Igyekeztem a lelkükre beszélni néhányszor, és hangsúlyozni azt, hogy a mandátum az szabad, tehát a képviselőket, különösen azokat, akik egyéni mandátummal jutottak be közvetlenül a választók akaratából, nem is országos listáról, mint például jó magam, őket igazából a választók képviselete az elsődleges feladatuknak, de hát ezt lehet látni, hogy egyelőre még úgy érzik, hogy inkább tartoznak Orbán Viktornak beszámolóval, mint a választópolgáraiknak, de azt gondolom, hogy repedezik ez az esernyő is. És december 23-án az emberek frusztrációját kifejezendő, mi ugye úgy döntöttünk, hogy nem megyünk be az ülésterembe, mert bármit is mondunk és teszünk, nem fogjuk tudni megállítani a kormány többséget abban, hogy olyan törvényeket tárgyaljon, amik szerintem, az én álláspontom szerint, de egyébként Siffer András maga is elmondta ezt az ülésteremben, lehet más a politika nevében, zárójelbe teszik a magyar képviseleti demokráciát. Gondolok itt, ami nálam is egyébként az utolsó pont volt a döntésem meghozatala előtt, ez az úgynevezett házszabálymódosítás, amit egyéni képviselők nyújtottak be a parlamentbe. Az egyikőjüket ismervén én meg is kérdeztem, és egyébként jó embernek tartva meg is kérdeztem, hogy miért jegyezte ezt a házszabálymódosítást, és azt mondta, hogy azért, mert oda rakták elé, és alá kellett írnia. Ez a házszabálymódosítás tulajdonképpen lehetővé teszi az Orbán kormánynak a rendeleti kormányzást Magyarországon, mert mindazt azt a törvénygyárat, amit az elmúlt másfél évben tapasztaltunk, hogy péntek délután több száz oldalas törvényeket nyújtanak be, amiket hétfőn már tárgyalnak, és rá egy hétre már meg is szavaztatnak a házzal. Ez a tempó sem volt elég gyors. Behozták azt a rendeletben, jogszabályban, igen, a házszabály részeként, hogy egy nap alatt ugyanezt meg lehessen csinálni, ráadásul egyéni képviselői indítvány formájában, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a társadalmi egyeztetésre. Én úgy érzem, hogy képviselőként innentől kezdve nem tudom végezni a munkámat, hiszen hogyha egy több száz oldalas jogszabályt reggel látok, délután vitáznom kell róla, és este pedig szavaznom, akkor nincsen lehetőségem arra, hogy megvitassam ezt az érintettekkel, baromi fajta véleményt gyűjtsek be, és azt szerint formáljam a véleményemet, és én ezt a munkát így nem tudom tovább folytatni. Ez egy személyes döntés volt, az én személyes döntésem, amit utólag közöltem a pártommal, de én úgy éreztem december 23-a után, hogy nem tudok, miután
ez a törvény mégis átment. Számos más egyéb törvénnyel, ami miatt egyébként most az Európai Unió is ugye szankciókat indított el ellenünk, hogy én nem tudok tovább lelkiismeretesen végezni a munkámat. Hogy ennek ellenére miért nyilatkoztam azt, hogy én szerintem még az ellenzék kivonulása a parlamentből az idő előtti. Ez azért van, mert az, amit december 23-án az LMP meghirdetett, az az új ellenállás mozgalom, annak része volt, része az, hogy a képviselői előjogalikkal élve sokkal többet fognak tartózkodni a parlament falain kívül, és olyan kreatív eszközökkel igyekeznek majd a minimumot, tehát azért, hogy láthatóak legyünk, és a jegyzőkönyveknek elmondjuk az ellenzéki álláspontot, illetve az embereknek a véleményét egyes dolgokról. Ezt valamilyen formában jelen kell lenni a parlamentben. Jelen pillanatban, amikor a hatalom még a házban ül, és a hatalom láthatóan arrogánsan mindent képes, minden korlátot képes megszegni, valamilyen úton, módon azok, akik még ezt bírják lelkileg, és úgy érzik, hogy ehhez még van kitartásuk, nekik bent kell lenni, és ezért az LMP képviselői jelen lesznek a parlamentben valamilyen formában, és azt most alakul, hogy igazából mi lesz az a minimum, amit a házban kell tölteni, és milyen új értelmezést fogunk mi adni a képviselői mandátumnak. Ilyen például az, hogy a ugye mentelmi jog jár a képviselői mandátummal, és az a lehetőség, hogy minden állami intézménybe a képviselőt be kell engedni, beleértve a rendőrkapitányságokat is, és így van arra lehetősége például a képviselőnek, hogy beszéljen fogvatartottakkal, vagy olyan emberekkel, akikhez mondjuk még a hozzátartozói sem férnek hozzá. Úgyhogy azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy a parlamenti mandátumainkat, LMP parlamenti mandátumait megtartjuk, és én örülök annak, hogy az LMP-ben már elindult egy folyamat, amivel az én mandátumomat pótolni fogják. Szép, hosszú fölvezetés volt. Gyakorlatilag december 23-ánál ragadjunk le egy pillanatra még. Ugye említetted ezt a házszabálymódosítást, ami gyakorlatilag betette a kaput. Ugye a 23-a az egy meglepetés volt, nem csak azoknak az embereknek, akik közelebbről vagy távolabbról figyelnek minket, de még magának a tagságnak is. És aztán ugye arra ébred az ember, hogy reggel odaláncoltátok magatokat a parlament bejárataihoz. Ez egy olyan fajta ellenállás, vagy egy olyan fajta megnyilvánulás, ami hát Magyarországon nem szokványos. Ugye azt említetted, hogy máskor is éltetek ilyen képekkel. Ugye a leragasztott szájam az első ilyen, ami bejárta az országos sajtót, aztán utána az idézetek, a különböző pólók, ugye életed nagy beszéde a munkatörvénykönyv két napig tartó egynapos vitájában a munkát levegőt pólóban. Tehát, hogy ez a kép, ez a lánc, és az, hogy ott voltak mellettetek aktivisták, sőt, ha jól tudom, még utcáról oda tévedt emberek is, ez hogy jött, kinek volt az ötlete, miért döntöttetek egy ilyen megnyilvánulás mellett? Hát azért nem tudott erről senki, mert hogy ez nem volt megszervezve. Tehát a demonstráció része az, hogy demonstráltak az aktivisták, az LMP aktivistái, ugye az érkező képviselők képeit felmutatva. Ez egy szervezett esemény volt, a többi nem. Az egy úgymond mindenki saját belátása szerint döntött így, hogy ezen részt vesz. És hát nem mondom, tehát hogy azért jó, hogy ezt mondod, hogy összehasonlítod a korábbi akciókkal, azt hiszem, hogy ez sokkal több volt annál. És én egy kicsit dühös is voltam, amikor mentem 23-a után hazafelé, és akkor odaszólt hozzám egy ember az egyik kerítés mögül, hogy jó, amit maguk csinálnak, csak egy kicsit keményebben. És ez nekem, megmondom őszintén, rosszul esett, mert akkor engedtek ki a rendőrségről, ahogy Gyurcsány Ferenccel voltam bezárva többek között. Már komoly büntetés. És
úgy éreztem, hogy könnyű a másik bőrét a vásárra vinni. Tehát ez azért ennél sokkal több volt, mint egy egyszerű látvány elem, azt gondolom. Tehát itt ez egy egészen súlyos demonstratív eszköz, és nem véletlen az, hogy körbejárta a nemzetközi sajtót. Tehát akkor, amikor már egy országban az ellenzéki politikusok úgy érzik, hogy semmi más eszközük nincs arra, hogy felhívják a figyelmet, és valamilyen formában obstruálják, mert ugye használták ezt a kifejezést az elmúlt fél évben sokat, a folyamatokat, amik zajlanak a házban, hát ez azért már tényleg egy súlyos helyzet. És ennek köszönhetően én nagyon örültem, hogy annyian vállaltak velünk szolidaritást, mind az interneten, mind pedig azzal, hogy délután kijöttek a demonstrációra. De én úgy éreztem, hogy ott inkább egy olyan közösség jön össze, akik úgy egyetértenek ebben. Vagy azért, mert a klubrádiót megszüntették, vagy azért, mert Nagy Navarró Balázsékkal értenek egyet általában a sajtószabadságot illetően, vagy azért, mert a nyugdíjokat vették el. Tehát minden esetben összejött egy nagyon hangos és feldühödött embertömeg, és ez jó érzés volt érezni, hogy mellettünk vannak. Volt annak a 23-ai estének egy túl azon, hogy nagyon szép számmal jelentek meg szimpatizánsok, támogatók, kvázi ellenállók ezen a rendezvényen, és hogyha hozzáveszünk azt, hogy hát azért ez ilyen marketing szempontból előzetes elgondolás szerint, ha valaki azt mondja, hogy 23-án szenteste előtt egy nappal szervezzetek egy jó kis tömegrendezvényt, akkor úgy körülbelül azt mondják, hogy hát nem vagy normális. A helyzet nem volt normális, ezért jelent meg ennyi ember, én úgy gondolom. Viszont volt ennek a rendezvénynek, ami nagyon szépen, békésen és igazán klasszikus forradalmi hangulatban lezajlott, utána volt egy nagy meglepetés, amik pedig az, hogy az embereknek egy jelentős része átvonult a parlament elé, a kordonok mögé állt, és ezt a forradalmi hangulatot folytatva hát hívta ki a képviselőit. Nem csak egy helyen, hanem amikor más irányba távoztak a parlamentből, akkor utánuk ment, és ott is megállította őket. Igen. Ehhez mit szólsz? Hát ez egy nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, ugyanis legközelebb, amikor bementünk a parlament falai közé, hogy elmondjuk a jegyzőkönyveknek is azt, hogy mit is csináltunk december 23-án, és miért, akkor lehetett látni a kormánypárti képviselők arcán, hogy hát na, ez most megütötte őket egy kicsit. Tehát oda jöttek hozzánk, és felháborodottan közölték, hogy tudjátok, mit kiabáltak az embereitek nekünk? Hogy én dögöljek meg, azt kiabálták. És hogy én, tehát így lehetett látni rajtuk, hogy most először így eljutott hozzájuk az üzenet. Én úgy éreztem, hogy ott először az emberek megértették. Tehát, hogy van valami fajta közöny és egy ilyen talán kognitív diszonanciának is nevezhető állapot, tehát az, hogy így megpróbálunk nem tudomást venni arról, hogy mi történik odakint. És ezzel próbáljuk magunkban ugye ezt a képet fönntartani, hogy minden rendben van. Ez egyre nehezebb nekik, és az ilyen és ehhez hasonló események, és azok a levelek és megkeresések és lakossági fórumokra való tehát hogy lakossági fórumokon való megjelenés az elégedetlen állampolgárok részéről segíteni fog abban, hogy ezt a kétharmadot lebontsuk. Mi próbáltunk erre kísérleteket tenni, ez megint csak egy civil eszköz, amit politikai párt nem csinált korábban, hogy a munkatörvénykönyve megszavazása idején próbáltuk a lakosságot arra buzdítani, hogy írjanak a képviselőiknek a levelet, és ezt így a honlapunkon elég könnyen három klikkelésből meg is lehetett oldani, hogy mindenki az egyéni képviselőjének írjon egy levelet arról, hogy ő ezzel a munkatörvénykönyvvel nem ért egyet, és az ő nevében ne szavazza meg. És nagyon sokan elküldték, de általában véve az volt a visszajelzés, hogy nem mernek az emberek írni a képviselőiknek. Mert hogy attól félnek, különösen vidéken, hogy utánul fognak nyúlni. Tehát, hogy eznek számomra egy egészen megdöbbentő, én értem a félelem okát, csak hogy egy egészen megdöbbentő állapotnak tartom azt, hogy akiket mi oda beküldtünk. De
Azoktól félsz. Utána azoktól félünk, igen. Igen. De most már elkezdted fölvetni azt, hogy egyrészt a képviselők is ráébredtek valamire, amit eddig nem hallottak meg, mert nem kellett meghallaniuk, illetve az emberek is rájöttek egy olyan dologra, hogy van talán eszköz a kezükben, amivel célt érhetnek. Ugye mi ezt úgy hívtuk, hogy meghirdetjük az új ellenállást. Na, új ellenállás. Jó. Bocsánat, hogy félmondatom. Szobrokon a táblák, hogy az a következő kicsi lépés. Az egy nagyon igazi jelentés volt. Nem? Nem? Te erről igen. Ismerszünk meg annak idején. Igen. Korábban. Igen. No. Tehát én egyrészt is szeretném azt az illúziót eloszlatni, hogy az LMP azt gondolja, hogy itt senki más nem szervezi az ellenállást. Természetesen a január második tüntetés az egy jó példa volt arra, hogy itt nagyon sokan szervezik. Sőt, én azt gondolom, hogy helye van itt annak, hogy elismerjük, hogy igazából az ellenállást a civilek kezdték el szervezni a parlamenten kívül, abban, hogy ugye elkezdték a szakszervezeteket és a különböző civil szervezeteket összefogva egyre több és több embert vinni ki az utcára, aminek ugye láttuk január 2-án, most már, hogy ilyen 100 000-es tömegről beszélünk, és ez tényleg nőtt minden egyes alkalommal, amikor demonstrációk voltak. Én szerintem ezt el kell ismerni. De az LMP civil múlttal rendelkezik, és nem akarja a civilségét megtagadni. És az új ellenállás tulajdonképpen azon túl, hogy ugye folytatjuk tovább az ilyen is ehhez hasonló akcióinkat, amelyben várjuk az emberek részvételét, ezért kezdtük el ugye gyűjteni a regisztrációkat is. Azon túl igyekszünk keresni olyan módokat, az utcai demonstrációkon túl, amikkel fel lehet hívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen problémák vannak, akár helyben is, nem csak országosan. És amit én ugye elkezdtem beszélni a lemondásom kapcsán, olyan civil tevékenységekre felhívni a figyelmet, amik pedig kifejezetten erősítik a közösséget mondjuk a kormány által nyújtott csapások ellen. Tehát most gondolok itt egészen egyszerű példákat. Ugye az önkormányzatok feladata az, hogy a közszolgáltatásokat, most nagyon röviden, de hogy így az állampolgárok szempontjából, hogy a közszolgáltatásokat üzemeltesse, az iskolát, az orvosi ellátást, a tömegközlekedést, az utcák tisztán tartását. Hát ugye erre egyre kevésbé lesz lehetőségük, ezt te jobban is tudod, Laci, mint én, mert hogy folyamatosak a forrás elvonások. Tapasztaljuk, már most is. Igen. És hogy milyen helyzet az, amikor mondjuk egy kis közösség, nem is egy kerület, hanem még egy annál is kisebb közösség, és erről pedig Zoli tud mesélni sokat, fogja magát, és azt mondja, hogy kérem, ebből elég volt, mi itt összefogunk, és rendet csinálunk, kitakarítjuk a játszóteret, vagy megszervezzük a gyermek ellátást, vagy bármi ilyesmit, és tulajdonképpen elvégezzük annak a munkáját, aki ott bennül az irodába, és szolgálati autóval közlekedik. Most nem feltétlenül az önkormányzati képviselőre gondolok itt, hanem mondjuk még magasabb szintre. És akkor utána mondja azt el nekünk, hogy akkor ő miért van ott, de tényleg miért van ott. És ezzel én azt gondolom, hogy tehát vannak olyan közösségfejlesztő, közösségszervező elképzelések, amik már történnek az ország különböző pontjain. Véleményem szerint meggyőződésem az, hogy ezek is az ellenállás, az Orbán rendszerrel szembeni ellenállás eszközei, mert erősítik a közösségeket, és ami nagyon fontos, hogy segít az embereknek ezt a mentalitást, amiről beszéltünk, megváltoztatni. Tehát, hogy én félek az általam választott képviselőnek levelet írni, hogy én nem kapok levelet, és ezt úgymond már el is fogadom, és meg se lepődök rajta, hogy én felteszek neki egy kérdést, és ő nem válaszol. És ez, én azt gondolom, hogy van egy teljesen jogos és jogos rezignáltság az állampolgárokban, egy ilyen elfordulás a politikától, a politikusoktól, amit viszont csak úgy tudunk megváltoztatni, hogyha mégiscsak oda megyünk, és azt mondjuk, hogy bocsánat, de
magukat ide azért küldték, mert, és hogyha nem végzik el, így kellett volna csinálni, nem hivatkozni arra, hogy ez hány százezer forint, meg minden, mi ide kijöttünk, fogtunk 4 szemetes zsákot, 3 gumikesztyűt, összeszedtük a szemetet, és maguk meg azzal jönnek, hogy itt nem lehet rendet tartani, mert nincs rá elég pénz. Tehát, hogy ilyesmi jellegű dolgok, amik szintén tükröt tartanak. És hogy ebben az LMP-nek, mint politikai pártnak miért van jelentősége. A pozitív példák úgy érzem, hogy azért is fontosak, mert az emberekben tartják a lelket, tehát hogy egyfajta tényleg megerősíti a közösséget és az egyént is abban, hogy nem csak tűrni kell, hanem lehet ez ellen tenni is. És ez nem vagy-vagy, demonstrálni, erőt demonstrálni, tömeget demonstrálni, a parlament kordonját rázni, azok nagyon fontos feladatok, és erre szükség van, de ezekben nem mindenki tud részt venni, és mi szeretnénk azoknak is lehetőséget nyújtani, akik helyben szeretnének tenni, és akiknek a munkája jelen. Én úgy érzem, hogy nagyon sok szempontból nincs értékelve. Most pedig az életünket az változtatja meg, hogy meg tudjuk-e szervezni magunkat, és meg tudjuk-e valósítani ezeket a dolgokat helyben, kicsiben, és tudunk-e ebből a válságból valami pozitívat kihozni. És szerintem ezek lehet, hogy nem annyira érdekesek a televízió számára, mint az, hogy mit mond a Szanyi Tibor, de szerintem az emberek számára, az emberek életét sokkal jobban, tehát hogy a kettőnek ugyanolyan jelentősége van ezzel, csak azt akarom mondani. Mit látsz ma a magyar társadalom legnagyobb problémáinak? Hát ez egy nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy attól függ, hogy az ember melyik Magyarországon lakik. Tehát, hogy van itt több Magyarország is, ugye? Sajnos eljutottunk idáig ezen alatt a 21 év alatt, hogy nagyon sokféle Magyarország van, és ezek nem attól különböznek egymástól, hogy a sokféleség, a színességük, a kulturális változatosságuk teszi őket mássá, hanem a szegénység, illetve az erőforrásokhoz való hozzájutás teszi őket különbözővé. Úgyhogy nem tudom, tehát nem nehéz lenne itt most egy ilyen listát felállítani. Leginkább azt tudom mondani, amit én érzek. És nekem szívszorító az, hogy elmegyünk honfitársaink mellett, mert nem tudunk mit tenni, akik az utcán élnek, és a telet az utcán töltik. Ez számomra egyszerűen felfoghatatlan. Én tényleg azt gondolom, hogy a szolidaritás, az emberek közötti egyéni szinten, csoportszinten a szolidaritás hiánya, amire az Orbán kormány épít. Épít arra, hogy az emberek a túlélésre játszanak, mert már nincs más lehetőségük, és épít arra, hogy van az emberekben előítélet bizonyos csoportok iránt. És ahelyett, hogy felelős politikusként ezek ellen tenne, az Orbán kormány erre épít, és erre építi a propagandáját. És erre építi azt a politikát, aminek következtében a már így is kivéreztetett egészségügyből, oktatásból és szociális rendszerből még több pénzt kivesz, és azt mondja, hogy azért, mert mindenki menjen el dolgozni. Na de hova? A Svédországban, hogyha csak fölmerül az ötlete az egykulcsos adónak, akkor őrült nagy társadalmi vita kezdődik, hogy micsoda felháborító dolog ez. Mert ugye az egykulcsos adó miről szól? Az egykulcsos adó a társadalmi szolidaritásról szól. Arról szól, hogy vannak, akiknek jobban megy, és vannak, akiknek kevésbé, és bocsánat, nem az egykulcsos, a többkulcsos adó. Tehát a többkulcsos adó erről szól. És azok, akiknek jobban megy, azok többet tesznek bele a kalapba, hogy ebből legyen valami fajta közös jó, amin osztozik mindenki. Az egykulcsos adó ennek az ellenkezője. És hiába beszélt az ellenzék, egyébként a többi ellenzéki párt is, még a végén a Jobbik is bekapcsolódott, amikor fölfogták, hogy miről van szó, arról, hogy ez mennyire fogja sújtani az átlag magyarokat, addig, amíg a pénztárcájukban nem, tehát meg nem jött az első, az embereknek az első fizetési kimutatás, addig nem értették, hogy miről van szó, és nem fogták föl, hogy ez mindenkit érinteni fog, hosszú távon pedig tényleg mindenkit érinteni fog, mert ettől kevesebb pénz jut majd az egészségügyre, meg az iskolákra. És én tényleg azt gondolom, mert ugye most már láttam és beleláttam, és jó magam is
törvényhozó voltam, hogy nekünk ebben a törvényhozóknak nagyon nagy felelősségünk van, hogy mi mit kommunikálunk. Hogyha mi azt mondjuk, hogy akinek nincs semmi, az annyit is ér, akkor... De mondjuk azt gondolom, hogy ez tényleg az elmúlt 20 év hibája, tehát hogy nem csak a Fidesz lehet ebben kapcsolatban vádolni, de hogy ilyen kijelentéseket nem tesz felelős politikus. De a másik pedig ez, amiről korábban beszéltünk, hogy mennyire kérjük mi számon azokat, akiket mi bíztunk meg azzal, hogy valamit, hogy jobbá tegyék ezt az egészet. Mert hogy szerintem ez is probléma, hogy nem kérjük őket számon. És én bízom benne, hogy ha egy jó folyamánya lesz ennek az Orbáni érának, akkor az lesz, hogy az emberek végre tudják, hogy, tehát, hogy az emberek kiállnak a szabadságjogaikért, és talán ezek után majd jobban észbe kapnak, és előbb észbe kapnak, hogyha ezt túléljük, és megússzuk, akkor már a következő kormány már nem tehet majd velünk ilyen könnyedén ilyen dolgokat. Szerintem egyébként, legalábbis a saját tapasztalatom, de mondjátok el, hogy ti hogy éltétek meg ezt a másfél évet, az volt, hogy ezt igazából nem gondoltam volna. Tehát, hogy úgy történtek ezek az események, hogy az utolsó pillanatig abba bíztam, hogy ez nem igaz. Hát így ez a másfél év, és micsoda történelmi lehetőség volt, nem? Hát inkább ez a szóró, igen. Ugye? Tehát, hogy ebben volt egy történelmi lehetőség. A rendszerváltó ifjúságnak ott volt a kezében a lehetőség. Én bizakodó voltam, ellenzéki képviselőként. Bíztam abban, hogy majd ötleteket tudok nekik adni, egy kicsit jobban csinálják azt, amit csinálnak. Persze, nyugodtan. Ugye volt a Fidesznek az a elfogadott rendszerben, volt a Fidesznek az a mondása, hogy ez a számúra így a zászló. Na most én ezt abszolút nem szeretném, de viszont szerintem, ha már szolidaritáson betérünk, akkor lehetne az, hogy sok a zászló, de egy a cél. Tehát, hogyha ellentmond a szolidaritásnak az, hogy a LNP itt egy nyomot azt hangoztatja, hogy kivel nem hajlandó szolidáris lenni, meg egyáltalán összefogott. És ez valahol nekem nagyon ellentmondás, és nem lehet, hogy és az azért is hoztam most körbe, mielőtt eljöttem, akkor olvastam Karácsony Gergőnek a kijelentését, hogy már pedig ő ezzel, meg nem azzal, nem Szerintem először is én azt mondom, hogy én mivel a szolidaritást így hangsúlyoztam, én ezt a politika szinten én is egyébként fontosnak tartom. Nekem az egyik legnagyobb élményem ez alatt a másfél év alatt, az pont az volt, amikor azt az éjszakát végig csináltuk a jobbikos meg MSZP-s képviselőkkel, azért, hogyha reggel 8-kor ugye tévéadásban mutassuk el, hogy milyen botrányos az, ami itt megy a házban, és azzal a szegény 7 darab fideszes képviselővel is, akik végigcsinálták velünk az éjszakát a munkatörvénykönyve vitáján. Úgyhogy én szerintem a szolidaritás és az összefogás az egy nagyon, nagyon fontos dolog. Viszont a politika az egy érdekes terep. Ja, hát ez az értelem Tehát én is azt gondolom, és ugye ezt ki lehet számolni, aki egy kicsit ért a matematikához, vagy követi a választásokat, hogy itt összefogás nélkül ellenzéki képviselő nem fog labdába rúgni. Viszont az, hogy erről most, 2012 elején érdembe lehet-e valamifajta választási koalícióról beszélni, az szerintem egy kicsit... De csak nézzük meg, hogy ez alatt a másfél év alatt mi történt. Igen, akkor az ellenkezőjében ebben egyetértek. Pontosan. Szerintem értelmesen erről nem lehet beszélni. Nem szabad kizárni a lehetőségét egy összefogásnak, viszont azt sem kell most lefektetni, hogy itt kérem, már pedig nekünk össze kell fogni mindenkivel. Ezt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Vannak új szereplők a politikai palettán. És nekem az a véleményem. Egyébként az is a véleményem, és ezt ne felejtjük el, amikor az LMP-ről beszélünk, hogy mi, amivel kezdtem az elején, mi azért jöttünk létre, mert hiszünk abban,
hogy ez a politikai elit, aki az elmúlt 20 évet csinálta, az megbukott. Úgy, ahogy van, mindenki. Tehát, hogy lehet itt szépíteni a dolgokat, meg így értelmezni, meg úgy értelmezni, jobb lett-e az életünk? Ez itt a kérdés. Vagy sem? Lehet magyarázni sokfélét erről a dologról, és ezzel ugye, ez ugye az, én szerintem az, hogy az LMP-be jutott a parlamentbe, ez egy dolog. Ezzel a mottóval. Az, hogy a Jobbik a harmadik legnagyobb párt a parlamentben, az ugyanem miatt van, mert az emberek, akik régen az MSZP-re szavaztak, Észak-Kelet-Magyarországon most a Jobbikra szavaznak. Jelentős részük. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyítvány, ennyi. És ez nem jelenti azt, hogy bizonyos keretek között azért, mert a haza így kívánja, hogy leváltsuk a jelenlegi kormányt, nem lehet együttműködés. De ez egy, korai még erről beszélni, és kettő, nagyon-nagyon világos feltételek mellett lehet ez csak. Mert hogyha mi most azért, mert félünk Orbán Viktortól, rettegünk tőle, és azonnal meg akarunk tőle szabadulni, beállunk Gyurcsány Ferenc mögé, anélkül, hogy Gyurcsány Ferenc megtette volna azokat a, és az MSZP egyébként levonta volna a konzekvenciákat azért, amiért mondjuk most itt vagyunk, ahol vagyunk, azt gondolom, hogy ez egy felelőtlen döntés, mert az LMP arra is jött létre, hogy igazából rámutasson arra, hogy a politikai életnek sokkal több dolga van, mint amit eddig megtett. Ez nem egy törzsi háború. Nem arról van itt szó, hogy éppen aki hatalmon van, azt le kell dönteni, és annyi. És ezt mindenáron meg kell tennünk. Itt a társadalomnak tartozunk minimum dolgokkal. Nem lehet össze-vissza ígérgetni, nem lehet hazudni, elhazudni a költségvetési számokat. Én például a személyes példámat mondom el, levontam a mandátumomról, majd elkezdtek arról faggatni baloldali médiában, tehát Népszabadságon az ATV, hogy én mit gondolok Gyurcsány Ferencről. Most miért lett ez olyan fontos? Gyurcsány Ferenc egy független ellenzéki képviselő a parlamentben. 5%-os pártja van, és egyébként meg egy bukott miniszterelnök. Ezt látni kell, hogy itt teremtenek egy helyzetet bizonyos erők, amiben mert az összefogás az fontos, és az összefogásról beszélnünk kell. És én egyébként mindenkinek ajánlom figyelmébe, akit ez érdekel ez a téma, a nem tetszik a rendszerblog.hu-t, mert ott nagyon komoly vita folyik arról, a civilek által kezdeményezett vita folyik arról, hogy mi lenne az a nemzeti minimum, ami mentén egy ilyen összefogás, ami tovább mutat, mint Orbán Viktor leváltása, mi lenne ez a nemzeti minimum, amiről érdemes. És ez a vita zajlik. Ez most kezdődött el, és ez zajlik ez a vita, és többen hozzászólnak. És ez egy nagyon fontos felület, ahol lehet erről olvasni, gondolkodni, vitázni. Kezdjünk el erről beszélni, ez nagyon fontos. Menjünk ki minél többen az utcára, és fogjunk össze a demonstrációk mentén. De legyünk óvatosak. A parlamentben most leginkább szeretetre van szükség. Nem a Fidesz képviselők szeretetére, a szeretet, tehát arra az érzésre, hogy ott, hogy itt valami fajta közösség vagyunk, és közösen, egy közös felelősségről döntünk, és nem bandaháború zajlik. Tehát, hogy az, amiről döntünk, az a közös, az Magyarország, és nem arról van szó, hogy most kinek lesz jobb, a Fidesznek, vagy az MSZP-nek. És ugye ez az, amit az elmúlt 8 év ellenzékiségéből valószínűleg ki lehetett következtetni, hogy ha kerékkötője vagyok mindennek, azért, hogy ne a másik párt, hogy ne hozzon a másik párt malmára népszerűségéhez semmit, akkor ha ez a logika vezérel engem, és ilyen hatalommal bírok, akkor ez nagyon veszélyes.